Na hát, sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk Eszkimóval, már hó nélkül. Még egy kicsi így maradt foltokban, de most jelentő, úgyhogy most a havas videókra most már ne számítsatok, mert nincsen. Tehát elolvadt az összes. Ó, itt a bingli, van Eszkimó. Ott forgattuk amúgy egész az utasán a múltkor a izét, amikor ott beszélgette a faluról, ott van. Falu is innen nagyon szép, de ilyen itt voltam ön múltkor. Ilyen többet nem megyek be. Nekem nem hiányzik semmilyen. Ki tudja, kié ez. Én nem tudom, hogy kié. Ez itt ilyen kaszálós terület. Itt főképp a kaszálók a jellegzetesek. Nem tudom, hogy eljön-e idáig, valószínűleg nem, de akkor gyors, akkor félreteszem szem a biciklit. De nem. Nem jön el. Na jó, hát itt van Eszkimó közben. Nézzétek, milyen aranyos. Ne menj el. Ne menj el. Nem, oda nem megyünk be, mert... Ki tudja rá magán terület. Aztok se hiányzik. Na, nézzétek. Tájkép. Nézzétek, milyen gyönyörű tájkép. Ül a kutyus. Nézzétek. Tájkép. Itt a fülei mögül. Ő éppen azt nézi a libákat. Ott hagyják be őket, de semmi különleges nincs ott. Meg most vissza fogok fordulni, mert arra máma még nem néztem meg, de több mint valószínűleg a olvadéktól járhatatlan. Most úgy döntöttem, hogy ezt a felső részt fogom itt tartani. 4-5 kört megteszek itt, ezt hazamegyek. Hát, nem tudom, 1 kilométer, egy hosszúság, abból 5-öt kell megcsinálnom. Tehát azért egy 5-ször minimum szeretnék itt fordulni, hogy azért Eszkimó lefáradjon, nem nagyon szeretném a falusiakat se zavarni, mert ismerem én már ezt a népséget, tudom, hogy minden zavarja őket, még akkor is, hogyha fényes nappal viszem a kutyát, még az is zavarja őket, úgyhogy kicsivel később még jelentkezem. Aztán, ha látok valami érdekeset, akkor azt mindenképpen felveszem. Ebben a videóban terveztem zenés részeket is, hát az nem tudom, hogy mennyire lesz megvalósítható, esetleg timelapse-eket láthattok. Nem, azt nem nézhetitek. Ezt kimond most éppen jelölt egyet. Na gyere csak. Na jó van akkor. I'll be back. Hát mondtam, hogy folytatom. Ez viszont nem látószög. Nincs véletlenül. Nincs nagyítani szeretnék nektek a foltos hegyoldalra. Ó, de pixelles. Látjátok, milyen szép foltos. Itt is. Hát ehhez talán nem kell nagyítani. Milyen szép foltos, ezt nézzétek, még be van borulva félig hóval, de... Na, ezt, amit tegnap nem bírtam tüzetesebben megnézni, most oda viszlék benneteket. Kicsit problémás. Ezt szeretném nektek egy tüzetesebben megmutatni. Tegnap nem sikerült, de tegnap kellett volna, mert már azért egy jó 5 centit lejjebb vett a hó a vastagságából. Itt a kutya bemutatja szépen, milyen vastagon áll itt. Ha jobban megnézitek. Olyan mély, és ez hófúvás eredménye. Látjátok is, hogy itt ment a hó. Tehát ez itt hó. És még itt tök puha. Ezt nézzétek el. Milyen jó tapad. Ja, ilyenek is vannak még új területén. Nem, ez sajnos túl kemény volt. Jó. Nézzek ezt ki, hogy élvezi. Néző, láttál ilyet? Majd belesüllyed a kutyám a hóba. Majdnem nyakig. Miközben a hegyoldal meg már foltos. Tehát már szemmel láthatóan el van rajta olvad az összes hó. Hát... Jaj.
sikerült most beszakítanom, itt látjátok a legjobban talán, hogy több mint egy nagy arasznyi vastag. Ez érdekes. Na, most sikerült megmutatni. Ezt nézzétek! Ezt látjátok! Itt találta ezt a jó havat. Ez ki volt, hogy megőrült neki. Jó, meg is hempergett mellene. Hogy belemegy! Igazi sarkvidéki! Ezt nézzétek! Na jó, hát ezért ennek a videónak biztos, hogy az volt. Nézzétek meg, belesüljön a feje a hóba. Egeret talált. Na jó, hát... Nézzétek, hát ez nagyon kemény. Hát ez brutál jól néz ki. Én annyira örülök, hogy még megvan. Én azt hittem, hogy ide kijövök, nem fogom már megtalálni, de megtaláltam, és sikerült bemutatnom nektek aztat. És remélem jól látható volt a videón az, hogy művelt ezt ki, hát az volt az érdekes igazán. Ja, gyere ezt ki. Még van még több, gyere, nézzük meg. Itt van. Itt is. Nézzétek meg el, nyakig belemerül a hóba. Turkál benne. Hát ez nagyon jó. Ő neki ez a kedvenc éjszaka egyértelműen. Imádja. Imádja a havat. És ez itt nem... Ott közben kutyások vannak, úgyhogy nem sokáig szeretnék itt időzni a kutyával. Nézzétek meg, hogy élvezi. Bele dugja az egész fejét a hóba olyan mély. Ez ilyet sem lát minden nap. Én Magyarországon egy husky bele tud nyakig merülni a hóba. Ami igazából másomat hívja. A kertben például csak egy hókupac van, amit én csináltam. Még reggel, hogy gondoltam, hogy ez az egy kis hava, ó, azért megmaradjon. Ez tök jól néz ki. Itt van mutatott ilyen térdig érni, hol? Várjál. Ezt kit közben hagyom, hagyj játszon el itt. Ez tök jól néz ki, hogy vadászik a hó alatt. Nagyon hó alatt elképesztően meleg is tud lenni, hogyha van fűtés, úgyhogy... Ja. Nézzétek, hogy kikapart ide egy ekkora hótömbé. Kikaparja! Úristen! Hát azt mondja, hogy ez is fel kell takarítanom. Tulaj meg fog ölni. Melyik itt a háznak a tulajon meg fog ölni engem. Hát ez nagyon kemény. Hát ez nagyon kemény, de már a földet ássa, már nem a havat. Félre ne értsétek, már az nem a földet, már a földet ássa. De mondom, tehát itt látszik, hogy mennyire. Hát ezen nem lehet átsétálni. Ez a vastag. Na jó, kicsit később még jelentkezem. Na. Folytatódik már innen a kertből a videó. Felhők elvonultak minden. Nos, sikeres napot, ez ki most nagyon fáradt, pedig azért mondom, 5 kört tettem meg ott fönt vele. Én egy 6-at is akartam volna, fölvittem oda, ahol fürdette a kutyát. A videóban majd láthatni fogjátok. És ott jött egy nem túl jó szándékú öregember, és azt mondta, hogy menjek el. Hogy ne füröztessem ott meg a kutyámat, 6-odjára is, hogy őt rohadtul zavarja azt, hogy a hó, hogy tele van minden hóval az úton, mert hogy az én kutyám ott fürdik a hóba. Hát, most is mit válaszoljak erre, mondom, elmegyek. De nem értem, hogy miért nem lehet, hogy egy északi sarki kutya. Őt nem tudom, miért nem lehet hagyni, hogy kiélje. Mert olyan ritkán van a hó. Eddig ez a negyedik hó. Negyedik. Negyedik olyan, ami meg is maradt hosszabb távon. De egy napnál tovább. Nem csak én 1-2 óra alatt azt elolvatni. De olyanból volt számtalan. Tehát olyanból számoltam, vagy... 26-30-at, rengeteg ilyen kisebb havazás volt. Legtöbb meg sem maradt. Még november 30-án volt egy, ami nagyjából olyan megmaradt volna, 4-5 centi havat eredményezett volna. De sajnos mire elkezdett megmaradni, addigra elállt. És reggelre el is olvat, nem jött a meleg. Tehát beáramlott ilyen melegebb
végtelenül is az. Na jó, hát igazából ezt a videót csak elköszönés céljából le akartam felvenni, ez az utolsó részét. Akkor tényleg ennyi lett volna mára. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kapcsoljatok be az értesítéseket is. Én László voltam a Huskis Élettől, és ez én volt a Huskis Élettől. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek. Na, valaki megjelentett ebben a hosszúnak nem nevezhető videóban. Az tényleg nyom. Ha tetszett neki, de soha tényleg tetszett, akkor nyomjon rá a lájkot. Nem akarom erőltetni, mert tudom, hogy emiatt sok hülyeség meg minden. Sziasztok!